Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Feri vagyok, és amint már itt a címből is, valamint az index képből sejthetitek, ez egy nem egy szokásos Feri a droidfonos videó lesz, nem androidos, nem tech jellegűs, hanem inkább személyes hangvételű, hát ilyen motivációs céllal készült, hiszen most szeretnénk nektek beszélni az elmúlt fél évemről, hogy milyen célt tűztem ki magam elé, ami végül is nem más, mint hogy ugye leszerettem volna fogyni, egy kicsit jobb testbe szerettem volna kerülni, és szerintem ez sikerült, természetesen még nem állok az út végén, de nézzük is, hogy hogyan kezdődött ez az egész. Kezdjük is talán azzal, hogy sok-sok évvel ezelőtt én egy kis, vékony gyerek voltam, sosem tudtam nagyon elhízni, stb. Aztán, ahogy teltek, múltak az évek, ugye én mindig sokat kajáltam, hisz úgy voltam vele, hogy én sosem fogok elhízni. Hát ez nem így lett. Körülbelül 10 év alatt egy hát 64 kilóról fölmentem, hát 86 kilóra. Ja, hát igen, ez így szép lassan jött fel, ugye ahogy mondtam, lassan hízó típus vagyok. Ez lassan így feljött rám, és ez már több éve így rajtam volt, mindig ilyen 83, 84, 85, 86 körül voltam, és így egyszer így többször is, hát igazából eldöntöttem, hogy le akarok fogyni. Nos, hát ez sose valósult meg, igazából mindig csak így fejben kitaláltam, hogy na jó, akkor jövő héttől akkor kevesebbet fogok enni, stb. És ez így, hát nem jött össze. Még végül fél évvel ezelőtt, hát egy jó fél évvel ezelőtt, körülbelül áprilisban, május elején eldöntöttem, hogy jó, akkor itt a vége. Mostantól fogva én tényleg így megpróbálok életmódot váltani, elkezdek járni edzeni, terembe menni, és le fogok fogyni, kicsit jobb formába akarok kerülni. Amit látjátok, itt valószínűleg itt vannak ugye képek, tényleg így picit davultam hízba, és ugye elkezdtem a terembejárást. Természetesen eleinte nem tudtam semmit erről az egészről, és hála az égnek, mivel már modern korban élünk, vannak cikkek és YouTube videók is. Itt meg szeretném köszönni először is 4 YouTubernek, személy szerint Valentin Tormának, Chris Ho-nak, Dennis Burkhardtnak és 3/3 Petinek. Nekik köszönhetően sok tudásra tettem szert, és tényleg ez remélem, hogy esetleg eljut hozzájuk ez a videó, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy ti ezeket csináljátok, és motiváljátok az embert. Nektek köszönhetően azért ide eljutottam, hogy több mint hát egy jó 10 kilót le tudtam adni. Ugye egy ilyen 85-86 kilóra indultam így jó fél évvel ezelőtt, most jelenleg már kicsit ilyen idézősen tömegelési fázisban vagyok, de lementem 74-74 félre, szóval több mint 10 kilót így ledobtam magamról. Hát nem is maga a fogyás volt így a neheze, igazából az, hogy ne egyek túl sok kaját, úgy mint régebben. Körülbelül egy olyan 3-4 hónap alatt inkább sikerült leadnom ezt a súlyfelesleget, igen Feri, még mindig nem tudsz beszélni, halleluja. Szóval ennyi dolat így le tudtam magamról dobni azt a kilót, és közben ugye edzettem. Mikor először bementem a terembe, azt se tudtam, hogy hol vagyok, mit kéne csinálnom. Tök fura volt ez az egész szituáció. De így tényleg, ahogy így utána néztem a dolgoknak, szépen bemelegítettem, stb. És csinálgatni kezdtem itt a dolgokat. Természetesen, hogyha ti úgy gondoljátok, hogy el szeretnétek menni terembe, akkor én csak azt tudom mondani, hogy ne féljetek, menjetek el nyugodtan, szinte mindenki segítőkész, hogyha nem tudtok valamit, akkor szóltok valakinek, a képen ott van mellettetek, és meg fogják mutatni, hogy az adott géppel hogy kell csinálni az gyakorlatokat, stb. Ugye én saját magamtól kezdtem így járni, szóval nem fogadtam fő személyi edzőket, hanem tényleg, ahogy mondtam, cikkeket néztem, és a srácok videóit kezdtem el nézni, és abból tanultam is sok mindent. És így szép lassan a tudás ugye feljött rám, és már mostanában már nem úgy megyek be, hogy úristen, mihez kerüljek hozzá, melyik gép mire való, hanem már úgymond így tudatosan eltervezem, hogy most a mai napon ezt fogom csinálni, amazt fogom csinálni, vagy éppen a másik dolgot. És most arra már ugye egy kicsit ugye eleinte leszálkásodtam, és utána most arra fölmentem már ilyen 76-77 kilóra, szóval egy ilyen 3 kiló így rám jött, egy pici zsír lehet, hogy visszajött, de szerintem nagy részben azért izom is épült rám, aminek én nagyon örülök. Mivel most már ugye jön az év eleje, sokan meg fogjátok azt fogadni, hogy szeretnétek lefogyni, én ebbe csak támogatni tudlak titeket, nézzetek rám,
itt voltam, és ide jutottam, vagy lehet, hogy fordítva vannak ugye a képek, de azért eléggé szembetűnő a változás, és igazából meg lehet csinálni. Az a lényeg, hogy ne adjátok fel, legyetek motiváltak, lehet, hogy igazából én a kajámmal nem is tudom. Én annyit tudok, hogy a makrókat, ilyeneket nem számolgattam igazából, elhagytam mondjuk eleinte a kenyeret, a péksüteményeket, az ilyen lisztből készült dolgokat, a csokikról is nagyjából letettem, de természetesen nem 100%-osan hagytam el ezeket, hanem néha-néha azért mondjuk megettem egy chipset, hogyha így nagyon éheztem, akkor mondjuk egy banánt betoltam, esténként mondjuk, hogyha rányújt az éjség, akkor ettem egy túrót, meg ez így a mai napig is így van, de azért néha már így elereztem magam, de viszont figyelem, hogy mekkora a súlyom, látom a hasamon, hogy most éppen jobban, kicsit behíztam, hát ez a behízás mostanában körülbelül egy plusz egy kilót jelent, vagy másfelet, de ugye most egy picit ugye próbálok most már így növekedni, ja, úgyhogy igazából jó útra tértem. Ami engem nagyon beindított egyébként egy fogyásilag, az a hites edzés. Erről igazából Dennisnek a videójában hallottam, láttam így először, ő ezt így futással mutatta be. Ugye az a lényeg, hogy ne ilyen lassú futás vagy biciklizést csináljatok, hanem mondjuk 10-15 másodpercig azért jó keményen toljátok meg ezt az egészet, és utána kb. 1 percig megint pihenjetek, és ezt így folyamatosan váltogassátok, szóval, hogy kis ideig ilyen marha gyorsan mentek, beleadtuk mindent, aztán pihenőidő van, és én úgy vettem észre, hogy ez engem nagyon beindított így a fogyásilag. Ja, szóval így itt az év elején, ugye, ahogy már mondtam, sokan majd meg fogjátok fogadni, hogy nekiestek ennek az egésznek, hogy fogyok, kurázni fogtok, és én ebbe csak támogatni tudok titeket. Ha esetleg úgy érzitek, hogy ez nektek nem fog sikerülni, az első pár hétben nem látok változást, akkor ne adjátok fel. Az a legfontosabb, akkor nem szabad abba hagyni. Mondom, nekem is volt úgy, hogy elkezdett stagnálni így a súlyom, így 81 kiló körül voltam, és ez már mondjuk 3 hete nem akart elmozdulni, és akkor volt az, hogy basszus, már tök rég bicikliztem. És akkor megint én ezt nem futással csináltam, hogy ezt a hites edzést, hanem biciklizéssel, és már rég bringáztam. Elmentem bringázni, és ezen a héten, vagy mondjuk 2-szer voltam bringázni, és utána már egy jó fél kilóval könnyebb is lettem a hét végére. Ja. Szóval hajrá, legyetek motiváltak, nem tudom mennyire jött át ez a videó, azért most egy kicsit izgulok, hogy erről kell beszélnem, de én azt tudom mondani, hogy ne adjátok fel, küzdjétek a céljaitokért, és higgyétek el, hogy ez előbb-utóbb meg fog térülni. Ha szeretnétek még a jövőben, hogy beszéljek erről az egész edzésről, hogy esetleg mondjuk miket szoktam enni, miket, milyen edzéstervem van idézőjelesen, hogyan edzek, stb. Akkor azt nyugodtan jelezzétek egy kommentbe. Ha tetszett a videóm, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, osszátok meg ismerősétekkel mondjuk ezt a videót, hogy ők is esetleg kis motivációt nyerjenek ezáltal. Mert nekem például sokan mondták, hogy azért is készítettem ezt a videót, meg azért készítettem át félig meddig fényképeket, hogy talán egyszer csinálnék erről egy videót, és mások is mondták, hogy ja, ez egy tök motiváló ötlet, úgyhogy készítsem el. Úgyhogy remélem, hogy valamennyien azért így hasznosak találjátok, ahogy szoktam mondani. Igazából ennyi lenne ez a videó, találkozunk legközelebb, sziasztok! Thank you.